1985-ben kerültem én az igazságügyi minisztériumba, a fiatal jogászként, ahol akkor volt egy törvényelőkészítő főosztály, aminek, ha most nagyobb távlatból és hosszabb történelmi perspektívában nézzük, akkor egy nagyon nagy érdeme volt az, hogy annak ellenére, hogy a szocializmus nagyon sokat rombolt a magyar jogi kultúrán, ami egy nagyon mély gyökerű magyar jogi kultúra volt, valahogy ezen a főosztályon voltak emberek, akik ezt a jogi kultúrát átmentették. Tehát ha abból indulunk ki, hogy az első független magyar minisztérium idején, ugye 1848-49 szabadságharc idején, az a Szalai László volt ennek az ügyosztálynak a vezetője, akivel az utcát majd elnevezték. Utána pedig olyan főosztályvezetői voltak, mint Vladár Gábor, aki később a Lakatos kormányban igazságügyi miniszter volt, és ő az egyetlen magyar akadémikus egyébként, aki a kodifikációs tevékenységéért lett akadémikus. Voltak olyan személyek ezen a főosztályon, nem is kevesen, akik független a politikai nézeteiktől egy magas jogi kultúrát szívtak magukba. Egyik részről, másrészt voltak nagyon érdekes módon átmentve olyan személyek is, akik, hogy úgy mondjam, politikailag semmilyen kivetnivalót nem hagytak maguk után ebbe az időszakba. Két névről megemlékeznék, akiről azt gondolom, hogy a folytonosság szempontjában büntetőjog területén Moldoványi György vagy Jóskával együtt korábbi főnökünk Vida István, aki egy igen kiváló kodifikátor volt szintén, és semmilyen módon úgymond a kommunista rendszerhez személyében nem kapcsolódott. Tehát ez egy jó iskola volt. Ugye ez egyik része, ugye 85-ben érdekelt maga a kodifikáció, mint tevékenység, és így egy véletlen ismeretség folytán kerestek oda embert, én meg pont jókor, pont jó helyen jelentkeztem erre, és oda kerültem, és lényegében ezen a főosztályon tevékenykedvén 89-re oda jutottunk, hogyha szóba kerül, akkor itt a közjogi változások kapcsán, az itt van jó egy-nehány érdekesség, ami addig keresztül ment, ami fontos, meg van olyan, ami nem is annyira fontos. De a dolog lényege, hogy 89-re oda jutottunk, hogy amikor a háromoldalú tárgyalások kezdődtek, addigra ott állt egy fiatal csapat, aki ezeket a közjogi jogszabályokat jelentős részben, mint kodifikátor előkészítette. Miniszterhelyettesként, ugye akkor Kilényi Géza, miniszterként Kulcsár Kálmán volt az, aki vezette ezt a minisztériumot akkor, és én lényegében ebből a csapaton belül, én nem a választójogot kaptam első helyen, hanem én a pártörvényt, mint olyat, aminek az előzménye az volt, hogy az egyik előkészítője voltam az egyesülési jogról szóló törvénynek ebbe az időszakba. És lényegében a pártörvény kapcsán csináltam végig a tárgyalásokat, időnként bele-bele kotnyeleskedve az alkotmánymódosításba, illetőleg a választójogi törvénybe is. Ugye itt azért voltak átjárások, tehát többször tárgyaltam ezekben a munkabizottságokban is, de a fő tevékenységként annak a pártörvénynek az előkészítését, ami jelentős részben megmaradt lényegében ugye a mai napig, nagyon érdekes módon.